Köszöntöm Önöket! Kolesár Péter vagyok, a Modern Vállalkozások Programjának szakmai vezető helyettese és a IKT tanácsadó, vezető IKT tanácsadó. Azzal a küldetéssel állok itt Önök előtt, hogy bemutassam a Modern Vállalkozások Programját, az abban rejlő lehetőségeket a vállalkozások számára, de mielőtt ilyen mélyre mennénk, néhány érdekességet, néhány képet szeretnék Önöknek mutatni. Kérem, hogy tegye fel az a kezét, aki ezt a két képet így már látta egymás alatt, és tudja is, hogy a szállítóink jelentkezését nem veszem figyelembe, hiszen ők már másik ilyen hasonló előadáson. Fenn a felső képen a Benedek pápa, az alsó képen pedig a Ferenc pápának a beiktatásával készült képet láthatjuk. Látható a digitális technológiának a megjelenése a civil társadalom életében, és azt gondolom, hogy ez jól szimbolizálja azt, hogy mekkora előrelépés történt ebben a közel egy évtizedben. De nem csak a civil társadalomban, hanem a vállalkozók életében is egy óriási változás történt. Ismerik Önök azt a rejtvényt, hogy a képen egy apró különbséget helyeztünk el, keresse meg. Ezen a képen is jól látható a szituáció, akár készülhetett volna 15 évvel ezelőtt, a második szituáció pedig az elmúlt délután. Jól látható, hogy a vállalkozások életét jól átszövi a digitalizáció. Már a pincérek a megrendelést is egy digitális eszköz segítségével veszik fel, de nem kell ilyen messzire menni, nem kell egy 6-8-10 fős vállalkozásig menni ahhoz, hogy a digitális eszközök jelenlétét felfedezzük egy vállalkozás életében. Egy egész kis vállalkozás is simán megkeresheti a lányunk vagy gyerekünk által bedobott fülbevalót a lefolyó csőben egy ilyen eszközzel. Én amikor ezt a képet kerestem az előadáshoz, kíváncsi voltam, hogy mennyibe kerül egy ilyen eszköznek a beszerzése. Ez mindössze $200 a vállalkozás bal kezében lévő kis eszköz, ami telefonra köthető, de örülök neki, hogy az elnök úr nem lőtte el ezt a poént, vagy ezt a példát nem mondta el. Németországban a ács képzés egyik záróvizsgája a drónkezelés. A minap a Miskolci palotaszállónak a tetején álltam, és kilátójában álltam, és elgondoltam azt, hogy oda felmenni, munkavédelmi szempontból létrákat odahozni, és minden olyan eszközt, alpintechnikát, és megnézni azt, hogy hol ázik be vajon, mennyire költséges. Míg egy 100.000 forintos drónt felküldeni, és esetleg rögtön a cserépgyártó cégnek átküldeni, hogy itt garanciális problémák vannak, mennyire hatékonyabbá teheti egy ács vagy egy tetőfedő vállalkozásnak a munkáját. A hazai mikro, kis és középvállalkozás réteg nem vagy csak részben használja a digitális eszközöket, ez nem túl hatékony, és ez versenyhátrányt jelent. Ez a múlt héten találtam egy kimutatást, a Sharp készítette. A korszerűtlen eszközök miatt évente munkavállalónként 156 órát, azaz 16-19 munkanapot vesz el a vállalkozásoktól az eszközökre való várakozás, az eszközök elavultsága miatt. Csak számoljuk ki, hogy ez minden munkavállaló esetében egy havi munkabért dobunk ki, csak arra, hogy lassú eszközökkel dolgoznak. De hogy Magyarországon mi a helyzet? Ez az előző kimutatás 9 országban készült, ami Magyarország is része volt. Az ügyfélkapcsolatok nyilvántartására alkalmas szoftvereknek a használatát mutatja ez az ábra. Teljesen utolsók vagyunk Európában. Csak egy költői kérdés, hogyha mi ezeket az eszközöket nem használjuk, akkor honnan tudjuk, hogy kik a vevőink? Hogyan tudjuk, hogy kinek kell célozni a következő évben a marketing kampányunkat? Ki az, akit illene felhívnunk annak érdekében, hogy adott évben újra kapcsolatba lépjünk vele, újra terméket tudjunk eladni nekik. Mi is ennek az egyik oka? Az egyik oka a finanszírozási nehézségek és a forráshiány.
Az NFM képviseletében Kövesdi Zoltán fog néhány szót mondani önöknek ennek a problémának az áthidalásáról, arról a pályázatról, ami igyekszik erre a problémára megoldást találni. De legalább ekkora probléma a vállalatvezetői szándéknak a hiánya. A vállalatvezetők nagyon sok esetben hiányos vagy téves információk alapján hoznak döntéseket. A programunk arra is hivatott, hogy ezeket a tévhiteket eloldja. Az IKT eszközök használatából eredő versenyelő felismerésének a hiánya is óriási probléma. Szintén egy nemrég olvasott statisztika alapján azon vállalkozások esetében, ahol kártyaolvasót használnak, ez nyugat-európai statisztika, egy Benelux államokban végzett statisztika, 40%-kal nagyobb a forgalom egy kis üzletben, hogyha használnak kártyaolvasót, és nem beszélve még a mobiltelefonos fizetési megoldásokról. Az átláthatóságtól és az ellenőrizhetőségtől való félelem, szintén egy példával hadd éljek önöknek, egy szalonnasütés alkalmával kiváló barátommal, a szállás.hu alapítójával beszélgettünk, és ő mondta, hogy a kis vendégházak rendkívül módon tartanak attól, hogy az ő oldalukra felregisztráljanak. Mi ennek az oka? Nagyon egyszerű, visszakereshető, az önkormányzat pillanatok alatt vissza tudja keresni, hogy hány vendég volt, mennyi idegenforgalmi adót kellett volna befizetni. De amikor a mérlegre tesszük azt, hogy lemond a magyarországi szállásfoglalásoknak a 60%-áról, hiszen 60%-a ilyen felületeken keresztül, mint a szállás.hu érkezik a vendégházakhoz, és cserébe be kellene fizetni érte mondjuk vendégenként 300 vagy 400 forintot, éjszakánként, vendégészakánként, akkor a két serpenyőben nem igazán ugyanaz van, tehát érdemes átgondolni, hogy az átláthatóságtól feltétlenül félnünk kell-e, megéri-e félnünk. Adatbiztonsági és adatvédelmi aggályok, megint csak egy példával, egy vállalkozásnál járt kint tanácsadó kollégám, és megkérdezte, hogy miért itt helyben tárolják az adatokat, és miért nem a felhőben. Ez a biztos, ez a tuti, ez itt van, ezt nem viszi el senki. És amikor megkérdezte a tanácsadó kollégám, hogy rendszergazda mikor látta utoljára ezt a gépet, mikor volt rendszerfrissítés ezen a gépen, azt mondta, hogy 2 évvel ezelőtt. Ha felhőben tároljuk az adatokat, és olyan cégeknél tároljuk az adatokat, de azt hiszem, hogy lesz ezzel kapcsolatban előadás, ha olyan cégeknél tároljuk az adatokat, akkor azokat a gépeket általában nem egy, hanem több rendszergazda felügyeli azonos időszakban. Most már a kontrollmonitoromról is elment az előadás, de... És mi lehet a megoldás ezeknek a problémáknak a feloldására? Egy olyan országos hatáskörű szemléletformáló programnak a életrehívása, amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az Infotér Egyesület és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciumában hívtunk életre. Ez a Modern Vállalkozások programja, alcímmel Vállalkozz digitálisan. És itt ugye az a kérdés, hogy belépnek-e, belépsz-e. Az első pillére a programunknak egy olyan díjmentes tanácsadás, amely keretében a tanácsadói hálózatunk auditálja a vállalkozásoknak az informatikai fejlettségét, segítünk megtalálni azokat a fejlesztési irányokat, amelyeknek a segítségével a vállalkozások hatékonyabban és gazdaságosabban tudnak működni. Javaslatokat teszünk ezekre a megoldásokra, és tájékoztatást adunk azokról a elérhető pályázati forrásokról, amelyekkel mindezeket a fejlesztéseket meg lehet valósítani. És kinek a segítségével tesszük mindezt? Tanácsadói hálózatunk a projektoron látható, a vásznon látható, és körülbelül 12 perccel ezelőtt néztem meg a telefonomon, jól látható az, hogy az ország közepe egy nagy fehér folt ebben a tekintetben, és beleütköztem egy Facebookon egy hirdetésbe, igen, Facebookoztam, bocsánat, az előadás sok közben, de találtam egy új kezdeményezést. A Forbes-nak és a Telekomnak a kezdeményezése, amely ezt a fehér foltot szándékozik
lefedni. Tehát Budapesten is indul egy hasonló program, a budapesti vállalkozások számára is indul egy ilyen program, ez teljesen új információ számomra is, tehát ott is lesz egy hasonló előadás sorozat, és igyekeznek ott is a vállalkozásokat ezt segíteni. Egy esettanulmány a tanácsadói munkájából nagyon egyszerűen, tavaly nyáron egyik tanácsadó kollégám defektet kapott, bement egy gumis céghez, és azt kérdezte, hogy milyen digitális eszközöket használ. Ez a vállalkozás, ez hát önállóan igazából akkor használ digitális eszközt, amikor megrendeli azokat a gumikat, amit elad a vevőinek. De a tanácsadó kollégám azt javasolta a vállalkozásnak, hogy mostantól a beérkező vevőktől, ügyfelektől kérjen egy e-mail címet, és küldjön nekik hírlevelet, tegyen egy ajánlatot a szezon, a téli gumi szezon kezdete előtt, és azt a 2-3 napot, amikor csúcsra van járatva a vállalkozás, nyújtsa el egészen egy hónapra egy akciót ajánlva. Ez meg is történt. A vállalkozásnak 30%-kal nőtt a bevétele ebben a egy hónapban. Egy ilyen egyszerű eszköznek a használatával. Tehát nem kell feltétlenül csúcs technológiára gondolni, és a NASA-nak a technológiáját meghonosítani a cégnél, lehet az alapoktól is kezdeni. A második pillére a programunknak egy minősített szolgáltatók és termék adatbázist építettünk fel, amely segítségével a vállalkozások kedvezményesen juthatnak a termékekhez. Jó néhány szállítónk itt elérhető, de az interneten is a www.vállalkozdigitálisan megtalálják a teljes portfólióját a szállítóinknak és a szállítóink által biztosított termékeknek. Rendezvényeket és információs napokat tartunk. Azt gondolom, hogy ezt túlságosan nem kell bemutatni, hiszen önök itt ülnek. A puding próbálja az evés. Az én előadásom után valóban elkezdődnek azok a előadások, amelyekből tanulni tudnak, amelyekből forrásokról tudnak információt szerezni. Egy olyan szemléletformáló tudástárat állítunk össze, amely szállító és márka függetlenül mutatja be egy-egy termékcsoportnak a ismérveit, a döntéshozatalhoz szükséges információkat, ezek ingyenesen elérhetőek és kereshetőek. És egy digitálisan felkészült vállalkozás státuszt adunk ki, amelynek a egyik legfontosabb ismérve, hogy többlet támogatást érhetnek el most egyenlőre a GINOP 322 pályázaton, azonban igyekszünk abban lépéseket tenni, hogy minél több pályázaton és minél több formában hasznosítható legyen ennek a minősítésnek a megléte. Ezt az elnök úrtól hallottuk ezeket a számokat, és a két pályázatról, a GINOP 322-ről a Kövesdi Zoltán úr fog utánam néhány szót szólni. Én köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy a digitalizáció szele önöket is eléri, a digitalizáció önöket is megérinti a mai napon. Jó tanácskozást kívánok a mai napra!